alpin technikai és kiképzett személyzettel szintén elindult a megjelölt boszorkányfőhöz. Különleges szituációs gyakorlatot tartott a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a társ szervezeteivel együttműködve április 30-án Boszorkánykőn. A gyakorlat keretében a turista szezon veszélyhelyzeteire készültek fel a megye hivatásos tűzoltói. A Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, katasztrófavédelmi műveleti szolgálata szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a Salgótarjáni hivatásos tűzoltóparancsnokság állománya számára. És ez arról szólt, hogy Salgóbányán a Boszorkánykőn feltételezések szerint turisták a szikláról leestek, és az ő mentésüket kell végrehajtani. Ezzel kapcsolatban a tűzoltó parancsnokságoknak feladat volt, hogy műszaki mentési terveket készítsenek azokra a kiemelt helyekre, amelyek turisztikai szempontból nagyon látványosak, de egyben veszélyesek is. Így például a Salgótarján hivatásos tűzoltóság műszaki mentési tervet készített Salgóvár és Boszorkánykőre, illetve Szilváskő természetvédelmi területre is. Ezen kívül a megyében még készült Pásztón is, illetve Balassagyarmat térségeben is összesen 6 ilyen műszaki mentési tervet készítettünk, és ez a gyakorlat arról szólt, hogy amit a műszaki mentési tervben feltételezéseket, illetve végrehajtandó feladatokat meghatároztak a tűzoltóparancsnokok, az valós körülmények között egy gyakorlat keretén belül végrehajtva hogyan mutatódik be az, hogy megfelelően lettek ezek a tervek elkészítve, illetve hogy az állomány megfelelően felkészült az ebben foglalt feladatok végrehajtására. A gyakorlat során a Salgótarján hivatásos tűzoltóparancsnokság 3 gépjárműfecskendővel, illetve 2 darab különleges gépjárművel vett részt a gyakorlaton, valamint a Karancs speciális mentőszolgálat, amely a Palóc mentőcsoport tagja, ők is részt vettek ezen a gyakorlaton, és itt a közös feladat végrehajtást is gyakorolták. Ugye olyan volt maga a helyszín, úgy volt kialakítva, hogy alpin technikai mentésre is szükség volt, és itt a közösen dolgozás finomítása, összecsiszolása volt nagyon fontos, hogy ez valós körülmények között egy élő helyzetben, amikor ténylegesen sérülteket kell menteni, akkor a lehető legtökéletesebben tudjuk végrehajtani ezeket a feladatokat. A mai gyakorlaton a mentőszolgált is részt vett, ők is belettek vonva. A Nógrád megyei Vörös Kereszt biztosította számunkra a 3 fő sérültet, megfelelően ki voltak preparálva a sérüléseik, nagyon jól alakították a sérülteket. Velük is visszatérő rendszeres kapcsolatunk van, folyamatosan ők biztosítják a sérülteket számunkra ilyen szempontból. Reméljük, mi abban bízunk, hogy csak ilyen sérültekkel találkozunk, éles helyzetek ne legyenek, de nekünk minden rosszra fel kell készülni, hogy a legtökéletesebben hajtsuk végre ezeket a mentési feladatokat. Felszíni operatív törzs jelenti, a 3. sérült kimentése folyamatban van. A mai gyakorlat még annyiban speciális volt, hogy kiegészült egy úgynevezett vezetési törzs gyakorlattal, amely egyrésztről a Katasztrófavédelmi Igazgatóság veszélyhelyzetkezelési központjában volt egy megyei operatív törzs, illetve kint a helyszínen volt egy helyszíni operatív törzs, és itt különböző a beavatkozáshoz kapcsolódó, illetve egyéb feltételezéseket hajtottunk végre. Szóval a mai nap az egy speciális 2 gyakorlatot lefedő eseménysorozat volt. Maga a szituációs begyakorló gyakorlat, amit az állomány hajtott végre, illetve volt a vezetési törzs gyakorlat, amelyet pedig az irányítói állomány hajtott végre.